Kecskemét egyetlen európai rangú költőjének állítottak ma emléket az Aranyhomok sztároda falán. Sánta György arcképe ezentúl Balanyi Károly zománc művész alkotásáról köszön vissza az arra járókra. Az emléktáblát a Sánta György emlékkör alapítója, Benkő Irén, valamint dr. Nagyné dr. Fehér Irén, a költő életrajzának kutatója leplezte le, és Kis János evangélikus lelkész áldotta meg. A költői életmű jelentőségét dr. Turai Kamil esztéta méltatta, és szót kapott Szabó György Róbert jakabszállási polgármester, és Gömöri Ferenc, a nevét a költő ötlete nyomán kapó Aranyhomok sztároda tulajdonosa is. A megemlékezés módját Király József, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke is üdvözölte, és egyúttal azt is javasolta, hogy a helyi oktatásban próbáljanak helyet szorítani Sánta György versei tanításának.